Salakszórók, Speedway, beszéljünk róla! Sziasztok, boros Norbát ez itt a Salakszórók legújabb podcastja, vendégem Füzesi Richard. Szia Ricsi! Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat! Nem tudtam, hogy Ricsit mondják, vagy Richard, de mondom, kezdjük a hivatalos verzióval. <laughs> Azt hiszem azért elég sokunkban egy bizonyos kérdőjel van veled kapcsolatban. Tehát olyan túl sok mindent nem tudunk rólad. Kérlek, mutatkozz be! Szóval Füzesi vagyok, 20 éves, és olyan 2015-ben kezdtem el ugye a salakmotort. Facebookon láttunk, hogy meg van hirdetve, hogy lehet keresnek utánpótlást, és úgy döntöttünk, hogy kipróbáljuk, és bevált nekünk eléggé, tehát nagyon megtetszett a sport, ugye előtte már egészen ilyen 5-6 éves korom óta, és így azóta kínragadtam, beleszerelmesedtem ugye ebbe a sportba. Tök jó volt most, hogy közben állunk, mert többes számot használtál. Tehát azt hiszem, hogy az, aki lát benneteket, az tudja, hogy apukáddal közösen mozogtok mindenhova. Igen, így van, így Tehát gondolom, ez a szám, ez rá vonatkozik. Így van, mindenhova. É, ilyenkor mindig felteszem a kérdést, tehát é, szerintem ez, ez, roppant érdekes, hogy, hogy ő akarta ezt a salamotoros dolgot, tehát az ő be nem váltott álmát, te, vált, te, próbálod valóságá alakítani, vagy, vagy ez tényleg a te akaratod volt? Nem, ez absz abszolút nem az ő abszolút nem az ő álma, ezt, ezt én akartam. Üm, igazából a motorozást azt én is szerettem előtte, hiszen már második szülőnapomra egy motort kaptam, és hamarabb tanultam meg motorozni, mint biciklizni igazából, és üm, azzal kezdte az egészet, hogy amikor, ezt, hogy ezt abszolút nem ő miatta, ő nekem ezt a sportot csak megmutatta, hogy van, létezik ilyen, mivel sajnos ki kell mondani, hogy ez egy nem egy annyira népszerű sport uh, Magyarországon, mint mondjuk Lengyelországban. És, és ez abszolút teljes, teljes, teljes mértékben csak azért, mert én ezt szeretném csinálni. Az emlékeidben megvan az első verseny, kint voltál? Uh, így népszerűen nem tudom, hogy milyen verseny volt, de uh, biztos, hogy Debrecenben volt. Um, és valószínűnek tartom amúgy, hogy egy augusztus 20-a, hiszen arról van fénykép, hogy le vagyok fotózva a Tabaka Józsival. Uh -huh. és hány éves voltál? Hát ilyen 5-6. Aha. Környéke, úgy nagyjából magasságig értem akkor neki. <laughs> Most csak fordított a helyzet. <gül> 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 Igen. <gül> Na, és akkor a kezdetek. Tehát jelentkeztél. Szerintem akkor még a um, Tabaka Józsi féle Debrecen Speedway hirdette a toborzót. És akkor arra kimentetek a bukáddal. Így van. Üm, ugye legelőször is 105 is. Üm, hát egy etézé motorra ültem fel, azzal mentem úgy nagyjából kettő-kettő évet. És üm, ugye ott is megvoltak a szokásos heti egy-két edzések. Ugye először még ezen a kis pályán mentem. Uh, az első pár hónapot utána már nagyon örültem, hogy a nagy állpályán is körözhettem. Majd uh, úgy körülbelül három év múlva uh, uh, kaptam meg ezt a Supa 125-ös motort 2019-ben, és azzal el is indultam egy versenyen, rögtön egy LB döntőbe, uh, Torumba. Uh, igazából az még olyan feldolgozhatatlan olyan izgalom volt, igazából nagyon-nagyon uh, jól éreztem magamat már akkor is a közegbe meg uh, uh, ilyen különleges élmény volt az is például, hogy hogy repülővel mehettem ki a versenyre Na ez hogy sikerült? Hát ugye um, Petivel mentünk Uh, Szilvási Petivel Vele mentem kettesbe uh, Felszálltunk Pesten Előtte edzettem Vasadon két napot És kettesbe elindultunk A Ferihegyre, majd leszálltunk Varsóba Utána jöttek apáig, felvettek minket Varsóba és leraktak uh, Toromba Hát még versenyed se volt és már A legnagyobb sztár volt <laughs> Igen, elég jó volt <laughs> Elég jól indult a karriered <laughs> Igen, mert akkor már uh, Szilvási Petinél, tehát a vasadi klubban versenyeztél. Igen, igen. Na és akkor uh, mikor jött a váltás? Tehát 125-ről mikor váltottál nagyon motorra? Igazából ahogy letudtam azt a uh, Toruni versenyt, a következő motorra ülésem, az már megvettük ugye, egy 500-as GM-et, és igazából onnantól kezdve csak és kizárólag az 500-assal közlekedek, és hát teljesen más, ugye sokkal, sokkal gyorsabb, sokkal erősebb, és sajnos, vagy nem sajnos, ez sokkal több technikai háttértudásra van szükségünk, és, és ez bennem, és apának ez hiányos de szoktunk természetesen segítséget kapni, akár versenyeken, akár edzéseken. Én pont ezt néztem, hogy igazából neked a legnagyobb segítség a Speedway Extra Liga Camp lehetett. Mert e, akkor tényleg szakemberek voltak melletted, odafigyeltek, tanácsokkal láttak el, te hogy érezted belülről ezt a lehetőséget? Kétszer is voltál, ha jól emlékszem. Így van, volt szerencsém kétszer is kijutni. E, igazából a legnagyobb e, a legjobban annak örültem, hogy ugye az négy nap folyamatos motorozás. Tehát az, az abszolút csak úgymond a rólunk sportolókról szólt, hogy minden szempontból biztosítottak nekünk mindent. Hogy csak és kizárólag a motorozásra tudjunk fókuszálni, és ott mind mentálisan, mind fizikálisan is elbeszélgettek velünk, hogy miképp kell felfogni egy versenyt, egy edzést, valamint ugye mondjuk a verseny után Mondjuk, mondjuk akár egy sérülést, vagy uh, ugyan blokka a hétköznapokat, mint egy sportoló, mint egy versenyző. És ez uh, egy óriási nagy plusz tudott adni nekem, hogy, hogy, uh, hogy miképpen kell felfogni úgy a dolgokat. És uh, ha itt meg tudnám jegyezni, akkor uh, most nagyon örülök, hogy Tabaka Józsi amúgy az edzőm, hiszen őt is Özt tudom hasonlítani magammal, hiszen ő volt nekem, meg ő, ő volt nekem a kedvencem, és, és, nagyon jó azt látni, hogy, hogy ha bár már nem mozog, ha már, már nem motorozik, de viszont ő, attól függetlenül ugyanaz a sportoló maradt, és, és ő attól függetlenül minden nap edz. És, és ez, a, ez, az, a mentalitás, ami kell, hogy meglegyen egy sportolónak, hogy, 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 hogy ő sosem adja fel. A feladás, ez, ez, ez nagyon jó téma, mert azért a te, vagy most, most én folyamodok ezzel a többes számhoz, tehát a ti tevékenységetek a, a motorsportban azért, hogy mondjam, elég furcsa. Tehát én sosem éreztem azt veletek kapcsolatban, hogy rajtatok kívül, tehát a kétfüzesi riádon kívül valaki még tartozna hozzátok. Lehet, hogy én rosszul láttam kívülállóként, de nekem ez volt a benyomásom. Már hogy értve, hogy nem tartozik hozzánk senki? Hát úgy, hogy például nem volt mellettetek még egy ember, mondjuk egy régi motoros, vagy egy szerelő, vagy, vagy egy, egy csapatvezető, vagy egy, egy menedzser, vagy bárki, aki segítette volna a pályafutásodat. Tehát kívülről nekem így tűnt. Lehet, rosszul láttam. Igazából jónak láttad. Ilyenfajta segítségünk, Mm, hogy hát mondjam, hogy uh, volt, aki segített nekünk, természetesen nem egy ember. Nagyon sokan segítettek, csak nem volt úgymond mindig egy állandó, aki folyton ott lett volna nekünk, hiszen ehhez a sporthoz rengeteg-sok pénz kell. És akár, hogy egy uh, tapasztalt szerelő ott legyen mellettünk, akár minden edzésen, minden versenyen, az, az, az sajnos rengeteg, nagyon-nagyon sokba kerül, és ugye emellett még a technikára is költeni kell. Ezt mindig egyedül oldottátok meg, te szponzorok nélkül? Így van, így van ön erőből. Oldottuk meg mindig apával, és, és így borzasztóan nehéz különösebben eredményt elérni de, legfő, de legfőképpen én mindig az edzés hiányt az edzésnek a hiánya miatt gondolnám még ezeket a nehézségeket Igen, tehát mindig a, a gyakorlás ez a legfontosabb és lehet, hogy furcsán hangzik de megint kiválóként. tehát én azt látom, hogy több világversenyen indultál és lehet, hogy nem az, hogy mint több edzésen de több világversenyen indultál mint, mint, ahogy azt a képességeidhez mérten lehetett volna elindulni. Így van, én is e, jobban örültem volna, hogyha mondjuk e, nem egy néz Christiani versen, vagy egy Chris Harris, vagy Jason Doyle mellett állok e, starcalakhoz, hanem mondjuk a velem korombeliekkel, e, mint például az Extra Liga hiszen ezért is tudtam ott jobban fejlődni, mivel volt egy nagyobb magabiztosságom, és úgymond egyenlő esélyekkel tudtam starcalakhoz állni. Hiába nem volt még ott se az a, az a technikai tudás, ami kellett volna, de így emellett, vagy ezen kívül úgy éreztem, hogy ott minden feltétel adott, és meg is volt. Félre nehézsd a kérdést, mert tényleg semmiféle bántó szándék nincs Csak benne. Csak nyugodtan. Valaha én is sportoló voltam, és, és tudom, hogy a sikerélmény az, az nagyon sokat lendít egy-egy karrieren. És euh, én igazából nem nagyon láttam, hogy neked lett volna sikerélmény, és ennek ez az egyik oka, amit az előbb beszéltünk, hogy világversenyeken kellett indulnod. Tehát olyan nemzetek küldtek versenyzőket, akik nem egy vagy két versenyző volt, akiket éppen be tudtak tolni, hanem tényleg a, a nemzetük legjobbjai. Te hogyan éled ezt meg? Tehát egyáltalán volt-e olyan, olyan verseny, amit azt mondtad, hogy igen, ez, 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 nagyon kellett, és ez nagyon jó volt, és ilyeneket szeretnék még elérni. Ilyen, ilyen nem volt még, ugye még dobogón nem tudtam állni, abszolút közelébe sem voltam de sajnos muszáj vagyok csak a lehetőségeimmel élni, amik ezek voltak eddig. Nyilván az lenne a célom, hogy mindig egy továbbjutás, egy dobogó. Így, így sajnos az a válasz, hogy nem, nem örültem még egy verseny után sem. És éppen ezért gondolom az, hogy annyira elismerésre méltó számomra az, amit csináltunk. Tehát, hogy, hogy minden évben azért nekifutottok, csináltok, rengeteg pénzt beletesztek, és, és ez se tántorít el benneteket, hogy, és főleg téged, hogy, hogy még nincs sikerélmény. Így van, az a baj, hogy ö, kicsit sajnálom ilyenkor a szurkolókat is, hogy ö, kijönnek megnézni egy ilyen rangos versenyt, biztos nagyon jó, ö, hogy ö, izgalmasak szoktak lenni ugye bár ezek, de biztosan örülnének az, a mondjuk egy magyar ö, győzelemnek most már ideje lenne. Igen, ideje lenne, de sajnos még ott tartunk, hogy, hogy már annak is örülünk, a magyar látunk a mezőnyben. Említetted a Baka Józsikát, akire példaképként tekintettél, és idén ő vett át a, a Speed Juniorsnak juniors a, a, az irányítását, ő a, az edző, és te is rendszeresen edzhettél Józsikával és az irányítása alatt. És ez is egy személyes véleményem, hogy volt azt hiszem két, két vagy három hét, amikor nem láttalak, és utána, amikor újra láttalak motorozni, most mondhatnám azt, hogy ég és föld volt a különbség, annyit fejlődtél. Te ezt belülről hogyan éled meg, vagy te is így látod? Ö, abszolút így látom, hiszen sikerült leküzdenem, Ö, azt, amivel már két éve szenvedek, hogy gázzal forduljak be. Ezt valahogy neki sikerült, amit két, amivel két éve küzdök, küzdök, azt neki sikerült két hónap alatt így eltüntetni. Azért féltél gázzal befordulni, mert volt valami bukás, ami benned maradt, vagy, vagy egyedül a tempó az, ami nem volt? Hmm. Igazából olyan hihetetlennek tűnt, de csak akkor, amikor a motoron ülök, hogy, hogy ilyen fizikálisan lehetetlennek tartottam befordulni. És ezt ugye azzal sikerült kiküszöbölni, hogy ugye folyamatosan startoltunk, ugye először a starthelyről, és folyamatosan hátrébb jahozott. Már teljesen más szinte a depónak a, a kapujáig, és akkor onnan kellett legutoljára elstartolnom, azzal ott befordulni, és onnantól ez már ment. És azóta már sokkal jobban érzem magamat, amúgy a pályám, hogy ő is ott van. Igen, és látszik, hogy, hogy magabiztosabb vagy, és ami feltűnt nekem, hogyha kért valamit, azt, azt igazából tudta teljesíteni. Tehát, hogy kiye fordulj, ne, ne itt fordulj, hanem amott, hanem hogy igazából ilyen táptalajra lehet az, amit ő mondott. Persze, mindig, mindig teljesen odafigyelek, amit mond, és próbálom, is megcsinálom is azt. Igen, és veled kapcsolatban azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy már lassan tíz éve motorozol, de még mindig junior korú vagy. Tehát húsz évesen még a juniorok mezőnyében e, indul, vagy ott is indulhatsz, és ezért tényleg ez még, ez még akár egy kezdet is lehet. Milyen, milyen terveid vannak, vagy milyen céljaid vannak? Öm, így őszintén nem, nem szeretek így, ö, így óriási ö, célokat kitenni magam elé, mindig csak lépésenként szeretnék haladni. Öm, először is el szeretném érni azt a formámat, amikor azt mondanám, hogy most már teljes mértékben magabiztosan állok oda a starcalag mellé. Nem azt mondom, hogy bárki ellen, de mondjuk akár egy, most már nem indulhatok sajnos az U21-be, Uh, mivel idén betöltem a, a 21-et, majd uh, télem. De mondjuk egy ilyen saját korosztályba teljes mértékben szeretnék uh, akár uh, teljes magabiztossággal odállni uh, normális technikai háttérrel. És hogyha ez megvan, utána szeretnék uh, valami... Uh, olyan helyezést elérni, amire, amire büszke lehetnék. És ez teljesen mindegy, hogy milyen verseny, de minimum egy dobogós helyet szeretnék elérni, és az én szerintem egy akkora berobbanó magabiztosságot adna nekem, hogy utána már most mondanám azt, hogy bármilyen versenyen oda mernék állni, mert amúgy most is oda mernék állni, csak kevesebb esélye, de utána inkább ö, ö, hogy mondjam. Tehát itt ez a magabiztosság, ami, ami nem csak a sportban, de a sportban legfőképp, tehát ami, ami az egész életben nagyon fontos. Tehát, hogyha nem vagy magabiztos, akkor, akkor tényleg már lényegében a verseny előtt, vagy a futam előtt feladtad a küzdelmet. Így van. És, és, amit a, zenein beszéltünk, tehát a sikerélmény. Tehát, hogyha vannak sikerek, azokra lehet támaszkodni, ezáltal leszel magabiztosabb, és ezáltal jönnek majd az eredmények. Mondjuk ez egy tényleg egy ilyen rókafogta csuka, hogy, hogy minek kell hamarabb jönnie, de úgy gondolom, hogyha, hogyha továbbra is ugyanígy dolgoztok, meg ugyanúgy akarjátok ezt az egészet, akkor előbb-utóbb neki kell jönnie. Én is bízom benne. Mennyire gondolkozol komolyan a salatmotorsporttal? Ezt a kérdést azért teszem fel, mert, mert nem tudom, mennyire tudod, hogy különleges ember vagy a sportágon belül, ugyanis én hazai viszonylatban nem nagyon tudom, hogy valaki egyetemre járt volna. Te pedig egyetemista vagy. Így van. Hova jársz, mit tanulsz? A Debreceni Egyetemre járok, másodéves hallgató vagyok, és angol földrajz tanári szakom vagyok. És ezek után akkor az a kérdés, hogy mennyire gondolod komolyan a salakmotorozást? Tehát azért mondjuk egy angol nyelvtanár, az azért elég biztosnak tűnik a, a, ez a pálya a jövőt illetően. E, e, igazából gondoltam az angolra, hogyha majd kimegyek a versenyekre, akkor náljak ott kukán, hogy meg tudjak szólalni. E, ezzel, ezzel gondolom most már nincs baj. <gül> Nincsen. <gül> Sőt, azt hiszem Lovas is tanított Igen, igen, igen. E, igazából nekem az első számú prioritás ez mindenféleképpen amúgy a alakmotorozás e, hiszen abba, azzal szeretnék eredményeket elérni a második, ugye az egyetem az csak azért kell hogy be legyen biztosítva úgymond, hogyha ez nem jön össze akkor legyen ö, ö, úgymond valami B-terv és, és, és csak emiatt ö, járok amúgy az egyetemre nem mondom őszintén, engem továbbra is lenyűgöz az, hogy mennyire hiszel ebben az egészben. És pont ez az, hogy, hogy ez viszi előre a sportot, hogy, hogy, hogyha hisznek abban, hogy, hogy, igenis meg lehet csinálni, és nem adják fel. Üm, igazából úgy vagyunk vele, hogy ez, ez inkább már mindent egy lapra. típusú történet ez most már amúgy. Innen már azt érzem, hogy amúgy nincsen, nincsen vissza. Hát elég sok évet, illetve pénzbe letettetek már. <laughs> igen, igen. Mm. Tényleg amúgy sérülésed volt már valami komolyabb? Komolyabbat nem. Tehát törésem még például abszolút nem volt. Faterőd azt mesélte, hogy az első gyulai edzésen, talán egy körsöt után tudtam meg. Hát olyan másfele tudtam meg, aztán <laughs> tönkretettem hirtelen a motort első középház, szkuka, meg a hengerfej is egy kicsit összetörtött, úgyhogy ez is ebben nyúlós gyulai menet volt. De um, azon kívül amúgy persze voltak eséseim, de de nem nem vészesek. Uh -huh. Abszolút. Úgyhogy ilyenektől, hogy bukás, ilyenektől így nem, nem nagyon tartok. Vannak ismerősök, akik Ismerünk már pár embert úgymond a kórházba, úgyhogy ilyenektől nem tartom. <laughs> Biztos helyre mész? Igen, igen. Ha úgy alakul. Amúgy a salakmotorozás mennyire foglalkoztat? Tehát az, hogy te motorozol, az egy dolog, de például nézel-e versenyeket, szurkolsz-e valakinek? Ö, persze, szoktam követni Ö, leginkább a GP-t, meg az extra ligát, szoktam ugye követni. Van kedvenc? Mm, nekem a kedvencem az... Ez mm, egyszerűen hihetetlen az a, az a technika, amivel motorozik. Már nem magára a motorjára gondolok, hanem mm, az, a, stílus. az magán a stílusára. Az a stílusára. Egyszerűen hihetetlen, ahogy tud rajta ülni. E, nekem amúgy ez, ez, ez így felfogadatlan mindig, amikor nézem. És én szerintem amúgy a stílusa miatt van mindig az első helyen, vagy legalábbis az ébajban. Um, ezen kívül amúgy woffintet mondanám. Nekem nekem ő a, így a mindenkori kedvencem. Ő neki így leginkább a, a személyisége, meg hát nyilván ő is ö, többszörös világbajnok, úgyhogy ő sem ügyetlen. Lehet ez is kis gonosz kérdés, ha adódna lehetőség. Mindenki tudja, hogy most igazából egyetlen út van, bárhol élsz a világon, hogy Lengyelországban tud megvetni a lábad. Ne agy jönne egy olyan lehetőség, hogy, hogy ki tudsz menni Lengyelországba. Viszont ott az a feltétel, hogy kint is kell élni. Akkor az egyetemet azt hagynád emiatt? Biztos, hogy részletekben menően megkérdeznénk azért egy pár dolgot, hogy hogy ez most mennyi időre szólna. Mondjuk leginkább legelsőnek ezzel kezdeném. De hogyha tetszenének úgymond ezek a, ezek a feltételek, amiket mondanának, akkor mindenféleképpen igen. Rávágnám egyből. Hiszen hiszen ezt akarom csinálni amúgy. Tehát kimenni Lengyelországba, hogyha jönne egy lehetőség. És most lehet, hogy jön egy lehetőség, augusztus 20-a Debrecen. Mit vársz a versenytől? Milyen érzések vannak benned, gondolsz-e már rá? Ö, Persze, hogy gondolok. Ö, nem tudom, meg igazából nem is kellene foglalkoznom azzal, hogy ki lesz a mezőny. Ö, hiszen ilyenkor mindig csak egy... egy cél a szemem előtt, hogy, hogy amikor felveszem a, a, sisakot, akkor teljes mértékben oda fókuszálok, és amikor felcsapódik a starszalag, akkor, akkor csak elően legyek. Mindegy, hogy ki van mellettem, és mindig megpróbálom magamból a maximumot kihozni. Remélem, még előtte lesz minimum egy edzésem, 20 előtt, az mindenféleképpen nagyon sokat hozzá tenne. És szeretnék pontokat szerezni már ezen a versenyen. Legyen így. Én is azt kívánom, és tényleg ez a lelkesedés, meg ez, a, ez az akarat, amit benned van, én azt kívánom, hogy, hogy tényleg találjon egy olyan közeget, ami, ami tud segíteni benneteket ahhoz, hogy, hogy elérd az álmaid mert ez a magyar salapmotorsport érdeke is. Bízunk benne, hogy előbb-utóbb sikerülni fog. Sok sikert 20 án és sok sikert a jövőben. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen. A műsor nem jelentett volna létre a támogatóink nélkül. Köszönet a Stílus Tev nek a Seflen Magyarországnak,